Sziasztok, én Milon vagyok, és a mai videóban itt vagyunk, ezen a héten a második videó, ez. Nem tudom, hogy ezért is volt ez a mondat. Tehát ez a második videó ezen a héten, ma kedvünk, holnap is van egy jelen videó. És most egy kicsit betérünk a gameplay világába, mivel Among Us-ozik fogunk. A videó lényege az lesz, hogy az összes mobon, az összes feladatot meg fogjuk csinálni. Alapbeállítások vannak, egyszeres a speed. Ugye láthatjátok, hogy most ott vannak fent a feladatok, de viszont ez nekünk nem elég, mivel az összeset megcsináljuk. Tehát itt nekünk be kell állítanunk az összes feladatot, ami mindjárt meg is lesz. Egy kicsit elszoktam már az Among Us-tól, mivel nagyon rég játszottam vele. Mostanában PUBG-zek és Minecraft-ozok, illetve van egy olyan alkalmazás, ahol lehet angol nyelvet tanulni, és azzal szoktam játszani. Ja, itt is van ez a két feladatom, de mindjárt meg is nézzük. Ennyi feladat lesz összesen ebben a videóban, illetve még a többi helyen is, mivel ugye, mint például ez a letöltős feladat, ez át tud menni, akár például ide, hogyha nem lenne beállítva az, tehát ez nem lenne beállítva, és mondjuk ezt megcsinálnánk, akkor a jel át tudna jönni ide, és utána ezt kéne megcsinálnunk. Tehát vannak ilyen feladatok. Ugye ezek a videók hosszabbak lesznek, mivel az összes feladat az azért eléggé sok. Úgyhogy ja, már el is kezdjük csinálni a feladatokat. Most nem volt intro, nem is akartam intrót berakni. Kicsit hangos lesz. Hogyha van telefonon Google Play, akkor onnan le tudjátok tölteni. Among Us a neve. Jó játék, ajánlom, nagyon jó. El lehet volna az időt tölteni. De egy idő után unalmas lesz. Hát itt nem impostor vagy. Mivel ebben vannak ugye impostorok, de ezt nem mondom el, mert úgyhogy akkor izgalmas csak szinte a játék. Vagy hogyha többen játszotok egyszerre, és közben beszélgettek. Bár mondjuk a játék hivatalos szabály az úgy van, hogy miközben játszunk, le kell magunkat némítani, hogyha többen játszunk. De szerintem sokkal jobb úgy, hogyha beszélgetünk egymással, amivel halljuk, hogy ki mit beszél, ki mit mond, és tulajdonképpen így le is lehet hamar buktatni az imposztorunkat. Csak akkor kell figyelnünk, hogy ne legyen túl hangos a játék, mert hogyha mondjuk imposztor vagy, és megölsz valakit, akkor lehet, hogy meghallja a telefonbeszélgetésbe az egyik ember, hogy te megöltél valakit, mivel annak van egy olyan hangja, hogy valami ilyesmi hangja van, olyan, mint hogyha egy vizes rongyot így megcsavarnánk, és kijönne belőle a víz, na hát olyasmi a hangja, és azt meg lehet hallani. Na de itt már dumálok fél órája, azért nem, de itt már dumálok vagy 5 perce. Itt
inkább most a játékra koncentráljunk, ha már van játék. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz gameplay. Itt van. Lesz még PUBG videó, lesz Minecraft, lesz még Among Us. Sok. Most visszatérünk egy kicsit az Among Us-ra. Meg, hogyha valaki nem szereti a PUBG-t, akkor nem kell megnézni a videót, de viszont igazából nem is ajánlom nagyon, hogy megnézzétek, mivel az sem egy szép játék egyébként. Én csak jóból mondom ezt, nem akarok itt érzékenykedni, de hogyha gondoljátok, nem szeretitek, mert tudom, hogy nagyon sokan nem szeretitek azt a játékot, nagyon sokatoknak nincs letöltve, de hát én nagyon szeretem, és lesz belőle videó. Itt át tudjátok állítani magatokat egyébként impostorra, ezzel a pirossal ott alul, hogyha azok szeretnétek lenni ebben a módban, mivel ez egy olyan mód, helybe, és hát még azért van meg itt, hogyha megálltanítom meg egy impostorra, akkor meg tudnék hát élni, és el tudják élni, úgyhogy elvonni szól. Egyébként azért követ ebben a módban, mert ugye normális játékban nem lehet beállítani az összes helybet. Tehát nem tudod beállítani, hogy az összes feladatot megcsinálhassd. Úgyhogy azért jövök ebbe a módba, ez lehet nem annyira izgalmas, az is lehet, hogy unalmas, mindenki szerintem már el is kapcsolt. Úgyhogy... De legalább van tartalom. Ezen a héten még jön egy Among Us videó, azt hiszem. Most így hirtelen nem tudom. De azt hiszem, hogy fog jönni, mert ez a videó nem annyira, tehát ez a videó nem annyira lesz, hogy mindjárt készítünk a feladatot, hogy már készítettek rá valamit, hogy gyorsan megcsináljuk ezt a benzineset, aztán megyünk elektrikába, hát most nem veszélyes az elektrikál, mert most nem él rajtunk senki. El is Yoshi nevem, ezzel szoktam játszani, beszivatom az összes embert, hogy én vagyok a hacker gyerek, minden körbe belép és beírja a hack oldalakat. Ezeket azért kell többször megcsinálni, mivel vannak, tehát ez az egyik feladat, és láthatjának megcsináljuk rengetegszer. És már rengeteg minél megjelent a képernyőnk oldalán. Ez azért van, mivel ez az egyik feladat, ami láthatjátok, most megfigyelhetitek, az összes felkiáltójel, ami így villog, azok a helyek, ahova át tudja a jelet adni ez. Tehát szóval jobban megfogalmazva, ez egy olyan feladat, amit hogyha normális módban megcsinálunk egyszer, akkor a villogó felkiáltó jelek közül valamelyiket beadja. Oda el kell menni, és utána meg attól függ, hogy meg kell csinálni még egyszer, hogy három darabot kell megcsinálni egymás után, vagy kettőt. De igazából úgy magyarázok, de nem tudnátok, hogy mi ez a játék. Már kicsit megszoktam, hogy mindenkinek mondom, hogy nem mondom. Ide jövök a jönnünk, és tényleg olyan készülünk.
már csak alig mondtál, hanem mondhatok alig mondtál, de tényleg az nagyon jó, mert ott pont azért, hogy megígyen, hogy csináljuk a feladatokat. Ilyen videóm még lesz kettő, ugye a Mirage Q, vagy hogy kell kimondani azt a pályát, és a pólus mapon lesz még ilyen, és ugye azokon is beállítom, hogy az összes feladat, az összes feladatot meg lehessen csinálni, és azokon is megcsinálni. Hát bár mondjuk ez a videó is meg már 10 perc legalább. Úgyhogy ja. És kérlek szépen titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, illetve nyomjatok egy lájkot, mivel ez nagyon nagy támogatás nekem. Kész is vagyunk a feladatokkal, most újra bejött több, ki is lépünk. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogy tetszett, nyomjatok egy lájkot, ugye, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, ami nekem óriási nagy támogatás. Én Gurum voltam, Minostart hallgattátok, sziasztok!